A képzőművészeti főiskolán az 1974-75-ös évben kezdtem el foglalkozni a fotózással, és ugyanez az időszak volt, amikor verseket is, egy időben írtam a verseket is, amit szerelmes verseknek neveztem, de szerelmes verseket tinédzser koromban is írtam. Ez része volt körülbelül, nem csak a naplómnak írtam, de ezek a szerelmes versek nem egy személyhez szóltak, hanem általában az élethez, a létezéshez, vagy a létezésnek egy-egy momentumához, egy érdekes pillanatához, ami tulajdonképpen nem is szerelmes vers, ha a szokványos értelembe vesszük, hanem az életöröm kifejezése. De hát a szerelem az a legmagasabb életöröm, hogyha nem akkor, hogyha szeretve van az ember, hanem akkor, amikor szeret. Tehát az a létezésnek egy intenzív pillanata vagy ideje, általában rövid ideig szokott tartani. Többnyire elképzeljük, hogy meg tudjuk hosszabbítani valamiféle egyességgel, de ez nem így működik az embernek az érzékelése sem, az érzelmei. Tehát általában ez egy rövid periódusban behatárolható a szerelem maga, de ezek a versek nem erről a szerelemről szóltak, ami szokványos értelemben, tehát a patriarchális irodalomban a férfi egy nőhöz ír egy szerelmes verset, Shakespeare szonettekre gondolok itt, hanem ez egy másfajta szerelmes vers, mert a nő írja az élethez, vagy az életnek a pillanataihoz. Ezek a szerelmes versek először a Szempillantás és a Sóhajtás című sorozatomba kapcsoltam össze, illetve nem, ez sem így van, hanem az aktmodell sorozatomnál is már használtam, de valahogy ottan nem eléggé illeszkedett a kétféle médium, a fénykép, a rajz, a kiradírozott rajz nem eléggé illeszkedett a szöveghez. A szövegeket sokáig nem is szerelmes verseknek neveztem, hanem love esszéknek, tehát szerelmes esszéknek, vallomásos esszéknek. A konceptuális művésznek nevezem magamat, nagyon gyakran posztkonceptuális kategóriába sorolnak, és a szöveg összekötéssel művészettel, vagy a szövegszerű művészet az a konceptualitással, lásd Joseph Kossuth, Kossuthnak a művészetével köthető össze, bár amikor New Yorkba mentem 1981-ben, akkor Saul Levitt-nek mélyebben elolvastam, már előtte is olvastam az Artin Amerikában, nem, azt hiszem Artforumban, nem vagy Artin Amerikában, megjelent írását a konceptualitásról, amiben azt mondja, de ez akkor nekem nem esett le, de New Yorkban igen, akkor ő azt mondta, hogy a konceptuális művészet az, amikor a művész nem nyúl a munkához. Amikor a művész nem nyúl ahhoz a tárgyhoz, ami a művészetének a tárgya. Ezen sokat gondolkodtam. Ez egy korporációs minta, tehát nem nyúl hozzá, vannak alkalmazottjai, tehát 10 asszisztense van, 10-20 asszisztense dolgozott a Saul Levitt, és ő csak egy vonalat húzott, a vonalat már ő sem folytatta, hanem az asszisztensei folytatták. Tehát a kezéből kiesett a mű. Ez számomra nagyon tragikusnak tűnt, mert az ember teljességében hiszek, és úgy is nőttem fel, hogy a Rudolf Steineri teljességre gondoltam, vagy teljességbe gondolkodtam. Tehát a szerelmes vers, tehát a mű címe, illetve a kiállítás címe, a fénykép, határozottan fénykép szót szerettem volna használni, mert a fotó az egy későbbi angol nyelvű fordítás, a fénykép és a szerelmes vers.
És ennek a kétféle önkifejezésnek, tehát művészeti kifejezési formának szerettem volna egy összefoglaló kiállítást.